12 ország majdnem 100 versenyzőjének a részvételével immár a 11. alkalommal rendezték meg Pécsett a tollastabdázók Multialarm junior nemzetközi bajnokságát, amely nagyszerű küzdelmeket hozott. Aztán mindennél beszédesebb az, hogy harmadik alkalomra sikerült ezt megrendezni, tehát eredetileg februárban lett volna ez a verseny, aztán utána a Covid miatt május végére kellett halasztani, és akkor is olyan helyzet alakult ki, ami miatt ez az augusztus végi időpont, tehát végül is a nyerő. Hát annyiban nem nyerő, hogy azért itt kopogtat a negyedik hullám az ajtón. Ennek sajnos érezzük is a hatását, hiszen a komplett spanyol csapat pontosan emiatt nem tudott eljönni erre a versenyre. Velünk egy időben több más hasonló rendezvényt tartanak, konkrétan a dánok is, akik Európa legerősebb tollaslabda nemzetének számítanak. Ez nyilvánvalóan elszívott egy csomó versenyző, de hát megpróbálja mindenki most a nyár végére, az ősz elejére betenni azokat a versenyeket, amire esetleg mondjuk kockázatos lenne az ősz második felében, esetlegesen egy nagyobb Covid hullám idején nyilvánvalóan nem nagyon lehet számítani. Hát a legfőbb célja nyilvánvalóan az, hogy pontokat szerezzenek az ifjúsági világranglistán a játékosok, és hát ezen belül is a magyar játékosoknak adni egy olyan lehetőséget, hogy ebben a helyzetben is azért nemzetközi szinten viszonylag komoly játékerőt képviselő játékosokkal játszanak. 39 magyar játékos indult el ezen a ifjúsági bajnokságon. Én ezt úgy gondolom, hogy ez egy remek alkalom arra, hogy megmutassák azt, hogy körülbelül mire képesek. Nyilvánvalóan nem ez a legerősebb verseny, amit eddig rendeztünk, de én úgy gondolom, hogy akár az indiai, akár a német, akár pedig a francia vagy a belga csapatok nézem, azért edek Európának az erősebb részéhez tartoznak. A régen várt verseny fontosságát a hazai fiatalok is kiemelik. Idén még lesz bőven verseny, pontos számot nem tudok mondani, viszont ebből a versenyből le tudjuk mondani majd ezt a következtetést, hogy mik a hibáim, mik az, amikben fejlődtem, mennyire gyors a játékom, és azokat, hogyha nem jók, akkor fejleszteni. Nem pár év munka kell ahhoz, hogy egy olimpiára kikerüljön valaki. Nyilván ugye megvan az az egy évvel lévő előtti szakasz, ahol meg kell szerezni a pontokat, de arra kell készülni egy olyan, nem tudom, jó 5-6 évet minimum rá kell szállni arra, hogy egy ember készüljön egy olimpiára. Idősebbek nálam, például most, akivel játszottam, francia lány, ő 2006-os, úgyhogy egy évvel idősebb csak, de még ő vele is azért elég jót tudok játszani, meg valószínűleg itt, akik most itt vannak, már mindegyik emberrel szoros, vagy esetleg egy jó mérkőzést lehetne játszanom. Szeretnék jutni több nemzetközi versenyre, esetleg majd valamikor egy olimpia is jó lenne, de egyelőre még ott vagyok, hogy nagyon sokat szeretnék fejlődni. A magyarok közül Orosz Tekla az U17-es EB főpróbáját tartotta a viadalon, és az első mérkőzésén kiélezett csatában maradt alul a második kiemelt holland lánnyal szemben. Továbbra sem foglalkozunk az eredményen, jó játszák! Ugye az edzőm is már mondta a meccs elején, hogy nem foglalkozzak az eredményen, mert nagyon jó a lány is, hogy csak játszak, és ez sikerült is egy ideig megcsinálnom, de már az utolsó szett végén már ez a rész nem sikerült, ugye az eredményen foglalkoztam, és hát el is rontottam így, de ezt lehet előbb tanulni, hogy jelen csak játszani kell, és nem kell foglalkozni az eredménnyel. A fizikai részében kéne nekem többet fejlődnöm, mert az egyénit nehezebben bírom még, meg most inkább a párosra átálltam, az Eurobenchen is meg párosan fogok játszani, tehát az egyéni az nekem mindig is az volt az első számom, viszont most kiesett a sérülésem miatt. A magyarok 7 dobogós helyel, köztük Mészáros Petra egyesben, és a kígyós Keán Vetor Nikol kettős vegyes párosban megszerzett aranyérmével zárták a versenyt. Én úgy gondolom, hogy a körülményekhez képest egy jó versenyt rendeztünk. Ezt talán a dönnökünknek a szavaival tudnám alátámasztani, hogy küldőt hoznám a utolsó este, az a szombat este, és akkor azt mondta, hogy közelfed egy jó verseny volt, mert egyetlen szülő, egyetlen egy edző és egyetlen játékos sem panaszkodott nekem. Tehát ilyenkor úgy érzem, hogy mindenki elégedett volt. Egyébként a viccet félretéve valójában úgy gondolom, hogy tényleg problémamentes volt viszonylag a verseny. Nagyon-nagyon örülök a magyar sikereknek. Annak még jobban örülök, hogy az edzők elégedettek voltak a mutatott teljesítménnyel. Nyilván nem mindenki rég az, de hát akik természetesen a döntő vagy a döntő közelébe kerültek elő, döntőbe, stb. Adok nyilvánvalóan nagyon jól teljesítettek. Az egy külön óriási öröm volt, hogy vegyes párosban házi döntőt játszottunk. Ez egy abszolút váratlan és nem várt dolog volt. Tényleg
lányegyest megnyertük, rengeteg érmet szereztünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy tényleg elégedettek lehetünk. A megméretés arról is újabb visszajelzést adott, hogy hol tart jelenleg a hazai utánpótlás a nemzetközi mezőnyhöz képest. Hát, ha úgy globálisan nézzük, akkor még van különbség, mivel egy kis ország vagyunk, ezért én úgy gondolom, hogy tehát sok olyan játékosunk van, meg volt is már itt ebben a utánpótlás korosztályban nemzetközi szinten, akik már közel voltak úgymond az elithez, sőt, inkább azt mondom, hogy ott is vannak az elitbe, de mivel nem vagyunk egy tollas nagyhatalom, tehát ezért, hogy csapat szinten is az elithez tartozunk, az még a következő lépcsőfok.